2017. január 16-án hivatalosan is felmentették tisztsége alól Onder Csabát, a Nyíregyházi Egyetem rektorát, közölte Halkóni Rudolf Éva központvezető az intézmény sajtótájékoztatóján. Az egyetem várhatóan február végén ír ki pályázatot a tisztség betöltésére. 2017. január 16-a napjától az intézmény vezetője és a szenátus elnöke, dr. Kiss Ferenc általános rektor helyettes úr, és ezzel egyidejűleg az Emberi Erőforrások Minisztériuma megküldte számunkra a rektori pályázati felhívás tervezett tartalmát, amelyet részletesen a ma délutáni szenátusi ülés fog tárgyalni, és határoz meg abban bizonyos pontokat, dönt abban bizonyos elemekről, leginkább arról, hogy milyen tartalmú határozott időre történjen a rektori pályázati felhívás kiírása a Nyíregyházi Egyetemen. A rektori pályaművek értékelése után augusztus 1-én lehet majd új rektora a Nyíregyházi Egyetemnek. Az intézmény a szeptemberi tanévet új szakok indításával kezdi majd, így már 90 közül választhatnak a hallgatók, erről Kiss Ferenc tájékoztatott. Akkreditáció alatt van még jelenleg a járműmérnök és a pilótaképzés, utóbbi a hivatásos repülőgép vezető néven indulhat szeptembertől, ekkor már az 50. évfolyam kezdheti tanulmányait. De nem ez az egyetlen szak, ami csak a Nyíregyházi Egyetemen elérhető, a másik a közösségszervező. Az intézmény szeptembertől az ELTE gyógypedagógiai karával is együttműködik. A pedagógus képzésünknek a palettáját most már a lehető legszélesebbre nyitotta, a pedagógus képzés a nevelés területéről, oktatás területéről, ez az óvodapedagógus. Ez is azt mondhatom, hogy régi új, hiszen a régi tanárképző főiskolán folytattunk ilyen képzést, most óvodapedagógusnak hívják. Én azt hiszem, hogy bátran jelentkezhet mindenki, aki érdekel a téma, hiszen ezen a területen nagy a hiány. Ugyancsak egy hiányt próbálunk pótolni a gyógypedagógia területtel, tehát így gyógypedagógus fogunk képezni, meg kell jegyezni, hogy nem önállóan. Nagy pénzügyi terhet jelentenek az intézménynek az úgynevezett PPP projektes felújítások. Az egyik ilyen a BD és S-árnyak korszerűsítését érintette. Most azonban a kormány ezt a három tanulmányi épületet kiváltotta a konstrukciós kötelezettség alól. Így évente körülbelül 80 millió forintos megtakarítást ér el az egyetem azzal, hogy nem egy szolgáltatótól veszik igénybe a működtetést. A három PPP konstrukció együttesen egy 1,2 milliárd forintot emésztett fel, ennyit terhelte meg a költségvetésünket. Ez, amit kiváltottak, ez volt a fő konstrukció, ez körülbelül 520 millió forinttal vett részt. A fennmaradó részt, az pedig úgy oszlik meg, hogy a kollégiumi konstrukciós rész körülbelül 400 millió forinttal, a Sandra Hotel egy 200 millió forinttal részesül, és egy újabb kiváltásra kerül majd sor 2017-be, reményeink szerint. A felsőoktatásban országos szinten 50 PPP projekt zárult 2004 és 2008 között, tette hozzá Kvanc József a sajtótájékoztatón. A kormány 2016 végén 6 intézmény 17 PPP konstrukcióját váltotta ki, amelynek összértéke 29 milliárd forint volt.